please. Amerikában rend van, ha azt mondják, jó idő lesz, jó idő lesz. Úgyhogy ma reggel verőfényes napsütésre ébredtünk, a tegnapi eső már a múlté, amúgy is mindenki bocsánatot kért miatta, rossz nyelvek szerint az éves csapadék mennyiség oroszlán része lehullott tegnap Los Angelesre, úgyhogy semmi akadály, hogy felfedezzük a várost. Először a Walt Disney koncerttermet jártuk körbe. Most pedig fönn vagyunk a Griffith Observatóriumnál, hátam mögött a Hollywood felirattal. Felhívtam Gattyán Gyuri barátomat, azt mondta, hogy nyomjam meg a gombot a live jazzminen, és pár év és én is itt megcsinálhatom magamat. Elég sok nagyvárosban jártam, de volt egy látványosság, amit mindenhol kihagytam. Egészen ideáig. Következzen a következő néhány percben Madame Tussaud Los Angeles-i panoptikuma. Semmi jót nem ígérhetek. Szerintem látszik, de azért mondom, elképesztően jól szórakoztunk. Aztán ellátogattunk a Funko Pop Los Angeles-i főhadiszállására. Aki nem ismerné őket, ők ilyen nagyfejű műanyag figurákat gyártanak, és évről évre egyre nagyobb IP-ket, Intellectual Property-ket húznak be. Van náluk már Csillagok háborúja, van náluk Disney, és van náluk persze NBA is, és a következő elem a kis szeretett csomagba innen kerül be, de nem a klasszikus, hanem egy Premium Gold LeBron James-t
hoztam nektek onnan, úgyhogy ez fog majd bekerülni a szeretett csomagba. Lenyűgöző egyébként nézni, ahogy egy ilyen egytermékes márka ekkora birodalmat képes felépíteni, ezért imádom többek között a Red Bullt is, hogy egy fém dobozba energiaitalt tesznek, előállítási költség marginális, és ebből egyrészt prímán megélnek, másrészt prima dolgokat hoznak létre, másrészt elképesztően jó dolgokat támogatnak. Na, a Funko Pop is egy ilyen birodalmat épít fel, úgyhogy Galuska miatt mentünk, mert ő szeretett volna ott mindenképpen vásárolni, de én is találtam ezt-azt. Aztán hazajöttünk, és Galuskáik elindultak az Anaheim Mighty Ducks Seattle Kraken meccsre, de én nem. Mert én kitaláltam, hogy ehelyett inkább elmegyek életem első egyetemi kosárlabda mérkőzésére, ugyanis ma szerdán itthon játszott a UCLA, az egyik legpatinásabb NCAA csapat. Próbáltam reggel jegyet venni, azt láttam, hogy van, de visszadobta a hitelkártyámat. És mondtam Balázsnak, a Jet Travel munkatársának, aki minden utunkra elkísér minket, hogy figyelj, nekem erre lenne kedvem, és az a jó ezekben az utakban, hogy ezek rugalmasan változtathatók, kvázi on the fly, és kiderült, hogy aki nem megy hoki meccsre, mind nagyon szívesen eljönne erre az egyetemi kosárlabda mérkőzésre, úgyhogy Balázs izította a telefonját, és meg is vette a szükséges számú jegyeket. És aztán vártunk, és vártunk, és vártunk, és nem kaptuk meg őket, nem a Ticketmaster árulta őket, hanem egy harmadik féltől vették át, és kellett volna kapnunk egy e-mailt, amire, hogyha rákattintunk, akkor megkapjuk az alkalmazást. Millió jegyet vásárolt rajta Balázs is, én is, soha semmi gondunk nem volt, de a jegy csak nem akart megérkezni. Úgyhogy lementünk a recepcióra, ott ült a kis csipet csapat, fél hétkor indulásra készen, és semmi, és semmi. Úgyhogy hétkor én följöttem a szobába vágni, ők elmentek vacsorázni, és aztán most olvastam, képzeljétek el, hogy valószínűleg egyébként ez volt a késlekedés oka, hogy Covid miatt elmaradt a meccs. 20 óra 15-kor állítólag megérkeztek a jegyek, 8-kor dobták volna, de elmaradtunk az egyetemi kosárlabdáról. Galuskáik meg ott vannak a Mighty Ducks meccsen, 2-0-ig néztem, aztán inkább átkapcsoltam a SportsCenter-re NBA összefoglalókat nézni, és persze vágni, úgyhogy ez a nap ez egy ilyen felemás lett, de mostantól nincs megállás, mert holnap amerikai foci meccs, pénteken Universal Studios és este Churches koncert, szombaton este elvileg megyünk a legendás Whiskey a Go-Go-ba, és megnézzük a legendás Dokken zenekart, vasárnap megint meccs, úgyhogy talán nem is baj, hogy egy picit nyugodtabb lett az este, az én öreg csontjaimnak jót tesz már a pihenés, és amikor kész a vágás, akkor jön a jutalom a nap végén. My Häagen-Dazs. Holnap folytatjuk, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, én Baska voltam, sziasztok!